Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Egy kis merényletre készülök. Jelen esetben arról van szó, hogy a Hegyesi Autó kozmetikától kaptam egy normál külső-belső takarítást Opelkára. Emlékeztek rá, a sufnisok biztos, hogy Opelka már november óta, helyesebben október óta retkes. Közben ugye állt, porosodott motorék jobbra-balra, javítások, és hát nem nagyon volt idő foglalkozni vele, és nagyon koszos volt. És ugye Edina megígérte, hogy ki fogja, az övét kitakarította, megcsinálta, és most megcsinálta Opelkát is. Gyertek, nézzük meg, mit jelent nála egy normál takarítás. Tehát a külső mosás, az megtörtént, szépen le van most. Hát, szerencsétlennek fénye nagyon nincsen, mert ugye én nem políroztam még ezt az autót sosem. Olyan fénye van, amilyen van. Nézzünk bele. Hát igen, ami rögtön feltűnt, hogy a kárpit az ki lett tisztítva. Ez már 100 éve. Ez a csík már 100 éve benne van. Itt nagyon retkes volt. Műszer nagyon szép, gyönyörű, fénylik. Precíz. Váltószoknya, kézifékszoknya, könyöklő. Nézzünk csak be. Könyöklő is nagyon szép, tiszta. De szembetűnő a márpit is. Szépen ki van tisztítva, műszerfal csili-vili. Nagyon, nagyon szép idáig. Úgy látom, ki is van szilikonozva. Én nem szeretem a szilikonozást. Én csak kendővel átszoktam. Valamit nagyon régen szilikonoztam. Igen, itt is látszik a kárpit takarítása, hogy kitakarítottam, mert ez is nagyon retkes volt. Itt is szép rend van. Nézzük meg a porszívózás minőségét. A porszívózás is tökéletes. A ponyva is ki van szilikonozva. Aha. És itt szokott lenni. Hoppá, gyermekeim, itt is ki van takarítva. Pedig nagyon sokan ezt addig leteszlek benneteket, amíg visszateszem a biztonsági éveket, szóval nagyon sokan nem elfelejtik kitakarítani alját, de ezért is megcsinálta. Tehát ez is nagyon szép, és ahogy látom, a izé is fel van újítva, fel van frissítve a biztonsági öv. Ugye azt is sokan elfelejtik. Látom, hogy fel van frissítve a biztonsági öv is. Tökéletes. A könyöklő is nagyon szép állapotban van, hamuzó is, középkonzol. Igen, és itt a keret is, látok, belülről ki van fújva. Ezen az oldalon itt is meg van belülről csinálva, és nézzük meg az ajtót. Wow! Látjátok? Az ajtó is meg van csinálva. Ajtó alja is, hát jó mondjuk, rozsdásodik a nyomorult, hát 26 éves, ez az én restanciám, egy éve nem vagyok már képes megcsinálni, de megcsinálni. Bekoppancsunk be hátuljába. Ez a fótosodás azért van, mert ez a fólia, aki rátette, nem autófólia, vagy nem is tudom micsoda, és nem tudom levakarni, és így fótosodik csúnya, főleg itt. Látjátok, és már a másik oldalon megmutatom, hogy már ott próbáltam levakarni. Nézzük fel a csomót. Ott mit mutat. Óha, ez nagyon rosszul volt. Az oldala, innen látszik, hogy az ablakon a fólia milyen retek állapotban van. Én így vettem ezt az autót fóliával. Kimaradt, ki, vagy
kifehéret, mit tudom én. Tehát nagyon szépen meg van csinálva bele is. És a csomagtartó is. Ki van takarítva. Aha. Ott is csili-vili. Jól van. Kolatian, ahogy én szoktam mondani. Pardon. És emlékeztek, itt a hátulja is tiszta gyújt. Ezt is eltávolította, tudjátok, az a kormos szutyok. Na, tanksapka. Nézzünk rá. A tanktöltő nyílás is szépen el van takarítva. Hát itt is hasonló. Biztonsági ő. Felújítva, megtisztítva. És az még szépen vissza is van pakolva, mert látjátok, hogy a zseb is ki van takarítva. De szépen vissza van takarítva minden, amit én betettem ezzel az autóba, hogy gondoltam, hogy kellhet nekem. Úgy borzasztóan rohad ez az ajtó. Na nem baj, hát ott a donor. Szóval eddig nagyon szép a gép. Ó, itt is csili-biliség van, és innen látszik, hogy meg van tisztítva az ajtókárpi. Tehát lehet a kamera egy kicsit közbe, vagy én nem tudom, de higgyétek el, nagyon szép, tiszta, mert nagyon koszos volt. És akkor ide bekukkantunk, itt is ki van fújva a belseje. A műszerfal és az oldal, és nagyon kellemes illat van benne. Az alsó burkoló is, a porszívózás is végtelen minőségi. Egy ipari vizes porszívó van, tehát azzal csinálja. És gyönyörű, kellemes, nagyon az illat, nem gyönyörű, hanem kellemes az illat benne. Ott van a kis apró kézifék kötőzé, box, kézifék szoknya, váltó szépen megcsinálva. És ránézünk, középkonzol is. És a képernyő nem gyúvás, látjátok? Nem koszos, most már, hogy belenyúltam, igen. Tehát a képernyő is szép. Csinálva a hamutartó. Igen, hamutartó is ki van ürítve. Mondjuk én dohányzok autóba, Edin nem dohányzik, tehát az övében én sem dohányozhatok. Hát igen, az szép. Ezt én tettem bele, mert ő azt mondta, hogy ezt már ki kell dobni. De én azért visszaloptam bele a szőnyeket. Ülés éppen ki van tisztítva. Na, hát összességében egy, én szerintem ez egy elfogadható a munka, amiért ti is pénzt adnátok, gondolom. És azért az nagyik, hogy minden vissza van pakolva. Ugye nagyon sokan azért nem viszik kozmetikába az autót, mert előtte macera kipakolni belőle, bele egy dobozba, bevikásba, vagy berakni egy csomagtartóba, vagy ellopják, vagy nem, mondjuk ez bizalmi dolog. Nagyon sokan inkább azért nem viszik kozmetikához, mondván, hogy ki kell pakolni a kocsiból. Nagyon szépen van pakolva. Hoppelka le van mosva nagyon szépen. A különböző olajfoltok le vannak súrolva róla. Hát szép, szép autó. Remélem, hogy jó darabig így marad. Tisztán. Szevasztító. Szép tiszta az autó. Hát annyit szeretnék akkor elmondani, hogy köszönöm Hegyesi Autó Kozmetikának. A Opelkát kitakarította, kivakarta a szarból, a retekből, kívül, belül. Ja, még egy valami. Még nézzük csak a motorteret, mert ugye azzal adós vagyok. Áll a motortér most.
a melkasodat. Hoppá, gyerekeim, hoppá, oda. Hát ott, az ott maradt, mert az nem megy le. Nagyon szép tiszta motortér, hál' Istennek most már nem szutykol sehol. Nem szórja az olajat. Úgyhogy szép tiszta a motortere. Szép. No, akkor csak annyit tudok mondani, hogy ismételten. Köszönöm Opelka nevében is Jesi Autokozmetika varázslatát. Szervusztok!